We're backstage at Sziget Festival. Itt vagyunk a Sziget Fesztivál backstage-én a Slaves-el, Isaac és Lori. Nagyon örülök, hogy találkozunk, srácok. Sziasztok. Néhány napon múlva kijön az új albumotok, az Acts of Fear and Love. Ennek nagyon érdekes a címe. Tudtok erről valamit mondani, hogy mi inspirálta ezt a címválasztást? Nos, volt egy tanárunk a főiskolán, aki időnként tanított minket az osztályban, és egyszer csak azt mondta nekünk, hogy nincsen olyan dolog, hogy gyűlölet, csak olyan, hogy Acts of Fear and Love, azaz félelem és szerelem, szeretet cselekedetei. És hát elmondtam ezt Lorinak, megkérdezte, hogy honnan jött ez, elmondtam neki a sztorit, és azt mondta, hogy igen, ez a vonal, ez kell. Láttatok a Donnie Darko című filmet? Mert hogy ebben is nagyon nagy szerepet játszik a félelem és a szeretet. Igen, ez így van. Nos, ez az album egy kicsit rövidebb, mint az első kettő. Miért van ez így? Szerettünk volna valami nagyon precíz, pontos dolgot csinálni, hogy minden dalnak, minden számnak a lemezen meglegyen a saját maga helye, és éppen ezért visszafogtuk magunkat, úgyhogy összesen 9 szám van az egész lemezen, és nagyon büszkék vagyunk erre. Nem kellett ennél több, ez így most tökéletesen működik, rövid, és tökéletesen a helyén van. Nos, van egy másik zenekar itt a Szigeten ma, akik egyik tagja állítólag háttérvokálozott az új albumotokon. Ezt meg tudjátok erősíteni? Igen. És az együttes... A Wufaris. Igen. Fogtok velük találkozni ma este? Igen. Nagyon jó barátok vagyunk egyébként a srácokkal. Igen, és a dobosuk is játszik a legutóbb videótokon. Így van, valóban. Sőt, a lemezen is játszik. Most nagyon érdekes borítója van a lemeznek, az albumnak, és ez most már hivatalos. Volt bármiféle felzúdulás ezzel kapcsolatban? Nem, igazából azt gondoltuk, hogy több lesz, de azt hiszem, hogy mindenki csak értékelte, hogy mi van a képen. A legnagyobb zavart az okozta, hogy van egy dinnye a lábamnál, ez az, ami az embereket zavarta, de semmiféle felzúdulás nem volt. Lehet, hogyha majd közelebbről megnézik, akkor többet fognak tudni mondani. De igazából nem is értem, hogy miért kéne felzúdulni. Hogyha belegondolunk, ez egy nagyon jó, természetes, organikus családi kép, ami ott van. Igazából a fiat Bart is ott van ezen, és egy nagyon érdekes videót tettél közzé a Slaves TV-n, ahol Bart a te producered. Mi az, amit ő hozzátett az új albumhoz? Just vibe. Igazából csak rezgést, vibe-ot. Nagyon jó, hogyha ott van körülöttünk a stúdióban, mert nagyon jó, örömteli atmoszférát teremt, és mindenkit feldob, úgyhogy a 4 hét végén ott volt, és mindenkinek új inspirációt adott, és egy picit kiveszi a helyzet szándékosságát, úgyhogy az, ha ott van velünk, már egy csomó mindent eloszlat, egy csomó feszültséget. Bizonyos vagyok benne, hogy ő inspirálta a Daddy nevezetű számotokat. Nem, nagyon sokan így gondolják egyébként, de nem. A Daddy című szám az egy portré, méghozzá egy középkorú férfi portréja, aki elvesztette az útját, utat tévesztett, és ez a dal arról szól, amikor valaki megpróbál sokkal fiatalabb lenni, mint amilyen. Amikor a legújabb videótok kijött néhány héttel ezelőtt, akkor posztoltatok fake news-t, méghozzá azt, hogy Isaac kilép az együttesből, hogy a tánc karrierjét kiteljesítse. Láttam néhány kommentet a Facebookon, és nagyon sokan ezt komolyan vették. Számítottatok erre? Nem, igen, de... Minden esetre volt egy olyan pillanat, amikor ezt felfogtuk, mert elég komolynak tűnt, hogy tényleg ő egy tánckarriert akar folytatni. De hogyha valaki követi az együttes életét, akkor azért ez nem így van. Igazából mi is a jó szó erre? Releváns az, ami történik a mai világban, mármint a fake news, és hát akkor még ezt nem tudtuk annyira, hogy a fake news az mennyire fontos. A videónk és a kreativitásunk az valóban kiterjesztése a zenénknek, úgyhogy a Slaves TV és az online dolgok azok pontosan a saját magunk kiterjesztése, a személyiségünk kiterjesztése, úgyhogy nagyon sokat nevettünk, amikor ezt csináltunk. Van-e bármilyen más dobos, akivel dolgoznál másik együttesben? Nem. Még Phil Collins-szal se? Nem. Jó. Amikor 2 évvel ezelőtt találkoztunk, és meginterjúvoltalak titeket, akkor volt egy ölelés a végén. Lesz itt is majd? Te? Veled? Igen, persze. Nagyon szépen köszönöm, srácok. Nagyon jó volt, hogy találkoztunk. Köszönöm.
Köszönöm.